Ingyenes kutyás programot mutatunk nektek a Királyok Városában. Székesfehérvár zöld szívének is nevezik a Sóstói Természetvédelmi Területet, ami a belvárostól csupán 2,5 kilométerre található. Ebben a madárparadicsomban összesen 8 kilométer hosszú tanúsvényen barangolhattok, és 4 útvonalból is választhattok. Legrövidebb csak 600 méter, így kisgyerekeseknek is ajánljuk. Piros és a kék útvonalak akadálymentesek, így babakocsival vagy kerekesszékkel is járhatóak. Egy biztos, bármerre is mentek, a sirályok víjogása a tó egészét bezengi. Ha semmit nem akartok kihagyni, akkor kombináljátok az útvonalakat. 1 óra alatt bejárható a tó környéke, de mi majd 3 órát is elvoltunk. A terület szabadon látogatható, 9 izgalmas interaktív tábla és 2 madár megfigyelő kilátó segít, hogy megismerd az itt élő ritka és különleges állatokat. De ha az nem lenne elég, a látogatóközpontból induló tematikus túrákon is részt vehettek, hogy még nagyobb legyen az élmény. De tudod, hogy miért Sóstó a Sóstó? Benne található alkáli sóról kapta a nevét. A túránk végén a 30 méter magas kilátóból élveztük a pazarlátványt a tóra és a környékre.